sportosat. Híradónk vendége Rucsánszky Tamás, a Ferencváros U17-es korosztály labdarúgó edzője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, jó esti! Még mielőtt az Európa-bajnokságra kanyarodnánk, MTK felnőtt csapata után milyen újra az utánpótlással foglalkozni? Én nagyon örültem a Ferencváros megkeresésének. Hozzáteszem, hogy én annak idején úgy álltam föl, hogy az volt a megállapodásunk, az U19-es csapatnál voltam korábban, hogy NB1-es keresés esetén. Ez megtörtént az MTK részére, aminek szintén nagyon örültem, és büszke is voltam rá. Megbeszéltem akkor a klubvezetőkkel, hogy akkor az NB1 miatt távoztam, és annak nagyon örültem, hogy viszonylag rövid időn belül vissza sikerült kerülnöm, mert a Ferencvárosnál engem nagyon nagy szeretettel és megbecsüléssel fogadtak annak idején, és úgy gondolom, hogy ez kölcsönös, én is szerettem volna továbbra is velük dolgozni. Hol érzed magad jobban most őszintén? A felnőtt csapat kispadján, vagy a utánpótlás csapat kispadján? Melyik a te világod? Közelebb áll hozzám a felnőtt labdarúgás abból a szempontból, hogy ugye gyakorlatilag én nagyon sok és hosszú időt szerencsésen sikerült eltöltenem a felnőtt labdarúgásba. Több sikeres, mint kudarcos időszak van mögöttem, azt gondolom, ezt nyugodtan mondhatom. De nagyon-nagyon kedvelem az utánpótlást is. Én edzőként szeretem magamat megméretni, tehát dolgozni szeretek innentől kezdve. Ebből a szempontból, a munka szempontjából mindegy. Az adrenalin szempontjából, illetve a játékosok, vagy az eredményesség visszacsatolás szempontjából a felnőtt labdarúgás az egy, hogy mondjam, csak egy érdekesebb, vagy számomra kontrollálhatóbb közeg. Ugye sokszor elhangzott, akár Oroszpál szájából is, hogy a Ferencváros utánpótlásából szinte lehetetlen fölkerülni a Ferencváros felnőtt csapatába, hiszen magas a mérce, magas az elvárás, tehát ott rögtön olyan készjátékosok kellenek, akikkel akár a BL vagy az L csoport körében eredményesen lehet játszani. Ez mennyire nehezíti meg a munkátokat, illetve ez most már elmúlt évek alatt már nagyon sokszor elhangzott és elmondták ezt. A játékosok, illetve a szülők ezt hogy fogadták, hogy igazából nincs felnőtt csapat, nincs hová lépni, hogyha eljutsz abba a korosztályba. Nem feltétlenül értek ezzel egyet. Azért nem, mert már abból a szempontból nincs felnőtt csapat, ez nem így van. Van felnőtt csapat, csak a felnőtt csapatnak nyilván az a szintje, amit a Ferencváros elért, az egy olyan szint, amit mondjuk az Ausztria Wiennel, a Casino Salzburggal, vagy majdnem a Casino Salzburggal, így mondom, egy szinten lehet. Tehát ugye gyakorlatilag ez a nemzetközi futballnak az előszobája, vagy talán most már ezzel a Bajnokok Ligája szereplése le fölött is van. A Ferencvárosnak nagyon sok jó képzett utánpótlás játékosa van, aki egyébként felnőtt szinten játszik, nem feltétlenül a Ferencvárosban, mert azt már én a nemzetközi szintnek mondom. Tehát ugye különbséget kell tenni a Ferencváros nemzetközi szintű csapata és az NB1-es csapatok között. Az NB1-es csapatokban megnézzük, azért nagyon sok ferencvárosi játékos bemutatkozik, ami szerintem dicséretes. A csapatnak ott az van oké, csak ugye régen, lehet, hogy már nem úgy van, régen valaki elment az Újpestbe futballhoz, azért ment oda, mert ott akar felnőtt labdarúgó is lenni. Nem Pakson, nem az MTK-ban, nem a közelben lévő Fáy utcában. Ma már akkor már eleve nincs is egy ilyen belső hajtás, kényszer a fiatalokban? Biztos, hogy van a játékosokban ilyen, és ezt én egészségesnek is tartom. Nagyon sok játékos ugye fiatal korában külföldre szeretne szerződni. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, a Ferencváros mostani felnőtt csapata a külföldi labdarúgást testesíti meg hazánkban. Tehát azt gondolom, és én azt mondom minden játékosomnak, hogyha ők nemzetközi szinten akarnak futballozni, akkor sokkal egyszerűbb nekik a saját nevelési klubban nemzetközi szintre elérni, amiben ma ugye gyakorlatilag a felnőtt csapatunk szerepel, arra nemzetközi szintre elérni, sokkal egyszerűbb a saját nevelésüként elérni, de azt tudomásul kell, hogy az a nemzetközi szint. Tehát ugyanaz a lépcsőfok megvan, mint hogyha mondjuk egy adott játékos a Ferencváros felnőtt csapatából, vagy a felnőtt csapat előszobájából szeretne mondjuk külföldre szerződni. Vagy vegyük azt, hogy mondjuk egy más NB1-es klubokból egy fiatal saját nevelésű játékos külföldre szeretne szerződni. Ez a Ferencvárosnak klubon belül megvan ez a lehetőség. Tehát én egy kicsi különbséget tennék ebbe.
onnan könnyebb a Ferencváros U19-es korosztályából például külföldre menni? Azt nem tudom megmondani, hogy könnyebb-e, azt tudom megmondani, hogy ugyanaz az esélye megvan a játékosnak arra, mint egyéb más klubból. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a csapatnak a saját felnőtt szintje az viszont nemzetközi szint. Tehát ezért van ez a kicsi különbség, amit mondanak, ugye, hogy mondjuk egy mondjuk adott esetben egy másik budapesti csapatban, neveket szándékosan nem mondok, föl lehet kerülni a felnőtt csapathoz, de az az NB1-es szint. A Ferencváros egy kicsit már ebből kinőtt, és ő már a nemzetközi szinten kell figyelembe vegyük ezeket. Tehát azért van ez a kis távolság. Utánpótlás képzésben is jelentkezik nálatok? Tehát másképpen foglalkoztok? Mivel a Ferencváros már nem az NBA, a nemzetközi szint, tehát... Én úgy dolgozom, és azt hiszem, hogy kollégáim is, és tényleg nagyon jó véleménnyel vagyok a Ferencváros utánpótlás szakmai munkájáról, belülről látva, én személy szerint például rengeteget tanulok kollégáktól, és azt kell, hogy mondjam, hogy a játékosok felnőtt érése a fontos. Az én korosztályom, hogy a U17 volt korábban, ez mostantól U19 lesz. Ebben a két korosztályban mindenképpen a játék érettség fontos. Hogy ez nemzetközi szint lesz, vagy magyar NB1-es szint, vagy adott esetben NB2-es szint, ez az egyéntől is függ, és attól, hogy mit tud beletenni ebbe, illetve a képességei mire predesztinálják. Ebben a korosztályban mennyire függ még az edző személy, és mennyire súlyos inkább már a személyiség, a játékos személyisége? Melyik a dominánsabb? Én mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki olyan edző, amilyen játékosai vannak, tehát én magamat mindig egy kicsit háttérbe helyezem, tehát én azt gondolom, hogy minden egyes csapat munkában a játékosok képessége és a játékosok hozzáállása előrébb való. Magának az edzőnek a személye azt gondolom, hogy természetesen fontos, de én 40%-nál többet nem adnék ennek. Felnőtt szinten se, és az utánpótlásban, és ebben a két korosztályban azt mondom, hogy itt talán egy kicsit még más, a 17-eseknél talán egy kicsit más volt, de följebb más semmi esetre sem. Akkor jól érzed magadat. Abszolút igen. Szerződés ilyenkor meddig szólnáltok? Ez hogy van? Ez kötetlen idejű szerződésem van. Tehát bármikor hívhatnak? Bármikor hívhatnak. NB1-es csapattól akkor mész továbbra, és áll ez a zászló? Ja, nem. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy abból a szempontból nem, hogy ugye nekem volt egy ígérvényem a klub részéről, egy gentleman agreement alapján ez az NB1-es ajánlat volt. Most egy kicsit más a helyzet. Most az volt a megállapodásunk, hogyha belekezdek egy munkába, tehát adott esetben most például az U19-be, akkor azt természetesen én végigviszem, ha a klub nem gondolja másképp, és ehhez én tartani is szeretném magamat, hiszen annak idején a klub is tartotta magát a megállapodáshoz. Mikor kezditek a munkát? Hogy is vagyunk, azt mondja, hogy július 12-én. Addig pihi, vagy már ebbe a korosztályba is viszik magukkal a edzéstervet, hogy mit kell csinálni? Lesz, nekem lesz pihenés, a játékosoknak kevesebb egy kicsivel, mert ők az utolsó héten már bekapcsolódnak, sőt azt kell, hogy mondjam, visszacsatolva a felnőtt csapathoz, jelen pillanatban is nagyon sok saját nevelésű játékos van. Pontos számot nem tudnék mondani, de biztos vagyok benne, hogy 5-6 játékosnál több van kint most az edzőtáborban, az új szakmai stábban. EB. Most Magyarországon most örülnek a szurkolók, boldogok. Noha kikaptunk 3-0 ugye a portugáloktól, egy-egyet játszottunk a világbajnok franciákkal. Mint szakember, milyennek láttad ezt a két mérkőzést? Én azt gondolom, hogy mind a két mérkőzés nagyon kellemes meglepetést okozott. A francia számszerű eredménye ugye a döntetlen miatt különösképpen, és azt gondolom, hogy a mutatott játék is. Nyugodtan mondhatom azt, hogy Európa középmezőnyéhez fölzárkóztunk, és ez mindenféleképpen dicséretes. Meg volt ami meglepő húzás a magyar válogatott szövetség kapitány részétől, szakmailag, amin úgy elcsodálkoztál, vagy új volt neked, új információ? Nem, én azt gondolom, hogy egy nagyon átlátható, szervezett csapatjátékot mutat a magyar. Nyugodtan mondhatom, hogy ebbe a csoportba bármelyik európai középmezőnyös válogatottnak pontot szerezni is bravúr. Mi ezen már túl vagyunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez fantasztikus eredmény. Kérdés, hogy mire megyünk ezzel az eredménnyel?
Tudod, miért teszem fel ezt a kérdést? Hát a, már a továbbjutás szempontjából kérdezek. Vagy... Önmagában ezek, most ugye most örülünk ennek a 0-3-nak, 1-1-nek, de emlékszek egy Erba bajnokságra, ahol még győztünk is a csoportkörben, és csoportgyőztesként jutottunk tovább. Itt nagy ünneplés volt, 2016, és aztán jött 2017, ahol a magyar labdarúgás legnagyobb szégyene volt. Tehát, ugye, és akkor ugye minden körült, hogy portugálokkal 3-3, ugye osztrákokat megvertük. Tehát már volt egy EB, ahol mindenki örült, fellegekben járt, és rá következő évben meg aztán legmélyebb bugyrába kötött ki. Tehát azért mondom, hogy kérdés az, hogy most ezzel az egy-egyel, mert ezt ünnepik sokan, és sok labdarúgó is úgy tette, úgy posztolta, hogy egy-egyre győztünk a franciák ellen. És én ezt ezért nem tartom jó dolognak, mert a portugáliai 3-3-at is így dolgozták fel nagyon sokan, és mondom, 2017-ben mindenki tudja, hogy mi történt a magyar labdarúgással. Én másképp látom, a labdarúgással szerintem nagyon nem történt semmi, mert én úgy látom ezt, hogy ez két numerikus eredmény, ugye, amit hogyha kiveszünk egy nagyon pozitív, meg egy nagyon negatív numerikus eredmény, én a folyamatot nézem ebbe, az biztos, hogy az állandóság az sokat segített a magyar labdarúgásunknak, illetve az a infrastruktúrális helyzetváltozás, az mindenféleképpen, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha folyamatként nézem ezt az egészet, és nem veszem ki belőle a két numerikus eredményt, vagy a mélypontot és a magas pontot, akkor azt gondolom, hogy folyamatként ez igen dicséretes, és mondom még egyszer, hogy szerintem felzárkóztunk a középmezőnyhöz. Nem kell kivenni, csak az akkor ez történt, ünnepeltünk, ott vagyunk, akkor is ugye ezt mondták a szakemberek, hogy fent vagyunk, és jött 2017, Luxemburg, Andorra, tehát hagyd ne mondja, tehát ez így igaz. Azt gondolom, hogy az akkori Európa-bajnokságon... És akkor aztán eredményesebben szerepeltünk, mint most fogunk. Várjuk meg, de mert én pozitívan látom, de nyilván igen. Én azt mondom, mert továbbra pontunk, is azt mondom, pontunk hogy, már lehet, hogy ha, pontunk már nem lehet, úgy, ha az egész időszakot tekintem, akkor ez egy, ha nem is lineárisan, de egy fölfelé ívelő görbe. Igen. És ez nekem pozitív. Jó, csak hogy megmaradunk-e? Hogy kell hát én ahhoz azt gondolom, hogy mi kell ahhoz, hogy megmaradjunk? Most már azért azt lehet mondani, tehát ugye, ahogy kivívtuk ugye a kijutást, ugye megnyertük a csoportunkat ugye ebbe a nem a selejtező csoportot, hanem a eszembe nem fog jutni ez az új rendszer, de szóval, hogy mondjam, én a folyamatot jónak látom. Tehát én azt mondom, hogy ugye most már szélsőségesen jó eredményeink is vannak, így mondom. Tehát, és most már nem egy, nem kettő, hanem most már sorozatban. Tehát amióta a Marco Rossi a szövetségkapitány, ott lehet látni egy stabilitást, egy állandóságot a csapatkör, és ez a labdarúgásnak a legfontosabb, hogy egy állandó és stabil stáb, és az annak megfelelő gondolatiság jellemezze. Hát úgy legyen, de hát az igazság, hogy van egy statisztika, amely ugye azt mutatja, ennél is most puskázni fogok, ugye a pandémia előtti időszakban Rosszival 10 mérkőzésből csak 4 győzelmet értünk el. Tehát tulajdonképpen, amiről most mi mind beszélünk, az mind már a pandémia alatti mérkőzések eredményei. Na most ugye azért tudjuk azt, hogy mindenki sújtott, hol így, hol úgy, szurkolók sem lehettek, most az EB alatt is csak nálunk lehet ennyi szurkoló, amit ki is emelt mindegyik csapat vezetője. Ezért is érdekes az, hogy majd rendes körülmények között, újra rendes, hogy mire leszünk képesek. Tehát ez a, most jövünk föl, amit mondtál, ez mind a pandémia alatti időszakra, igaz csak. Mondom, tehát 2019-ben 10 mérkőzésből csak 4 győzelem, 6 vereség. Rosszival. Tehát most azért mondom, tehát egy kicsikét én ezért nem esett hasra emele. A Nemzetek Ligája győzelmet az előbb nem jutott eszembe. Igen, igen. A Nemzetek Ligája csoportgyőzelem, ugye az eredményezte.
Én azért azt mondom, hogy a pandémia ide, pandémia oda, azért azt mondom, hogy ezeknek a vereségeknek jegyzett válogatottak ellen történtek meg. Nálunknál előrébb tartott válogatottakat is legyőztünk, és azt kell, hogy mondjam, most az Európa-bajnokságon... Mármint a törökökre gondolunk, akiket most is mindenki megvert? Tehát, ugye, és értem, a törökök is a pandémia miatt az első mérkőzésen azt lehet mondani, hogy az U19-es csapat találtak fel. Tehát azért mondom, tehát én ezért fogadom egy kicsit óvatosan ezt a mostani eredményt, ezt az öröm ujjongást, mert azért kívülről nézve, outsiderként, azért én ezeket is látom, hogy pandémia alatt azért semmi sem volt kerek. Hát én továbbra is azt tudom mondani, amit... Tehát nehéz ebből lesz, hogy mire... Hogy én nem egyes szélsőséges eredményekből indulnék, hanem mint folyamat, és a folyamatot abszolút úgy érzem, hogy ez most pozitív, ami a válogat körül zajlik, és ez szépen lassan fölfelé is megy, hogyha most megnézzük a Nemzetek Ligájától föl, és a pandémiára visszatérve, hogy 60 ezer néző előtt játszottunk most ugye két mérkőzést, az Európa-bajnokkal és a világbajnokkal, és nyugodtan így mondhatom, van, hogy partiba játszottunk. Így van. Az eredmény dacára, a numerikus eredmény a portugál mérkőzésen nem mutatta azt, nem volt ennyi különbség a két csapat között. És azt gondolom, hogy amit dicséretes a portugál mérkőzés, hogy mi azt a végén, a végjátékban meg szerettük volna nyerni ezt a mérkőzést, az más kérdés, hogy nem jól sikerült, de ezek azért pozitívumok nálam. Ami igazából szintén elgondolkodott, szakmailag kell, hogy az legyen, ugye mind a portugál, mind a francia szakemberek is azt mondták, hogy a magyar labdarúgók olyan szívvel, lélekkel játszottak, hogy van félelmetes volt. Ennek köszönhető például az 1-1 is a franciákkal szemben. De azt is előtte megjegyezték, hogy szakmailag sehol nem vagyunk hozzájuk képest, viszont szívvel, lélekkel elértük ezt az eredményt, ezt a játékot. Meddig lehet a játékosokból ezt a 100%-ot kihozni, most tényleg mindenki, most mindenki. És emlékezzünk rá, most Rossi azt mondta, hogy ez a magyar, a Velsz elleni mérkőzés után mit mondott a magyarokról? Ne felejtsük el azt se. Tehát tudjuk jól, hogy tudunk így, tudunk úgy játszani. Kérdés, hogy tudja ezt egy szövetségi kapitány elérni, hogy akkor mindig így égjenek a magyar labdarúgók, ahogy most a portugál és a francia mérkőzésen tették? Hát ilyen fontos ebbe a közeg is, tehát azért ez egy hazai rendezésű, vagy részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon 60 ezer fantasztikus hangulatot teremtő néző előtt játszani, az nyilván ezeket mind felfokozza. Én azt gondolom. Maga az Európa-bajnokságra való kiutás is adott egy olyan eufórikus állapotot a csapatnak, hogy ebbe a vitorlába ugye kvázi szelet lehetett fogni. Tehát ugye őrült vehemenciával játszottak, valóban így van a játékosok, és nagyon jó mentális hozzáállása. Így van. De ezt meddig lehet? Ezt minden mérkőzésen ki lehet hozni játékosokból? Ilyen közegben és ilyen ellenfelek ellen, és ilyen helyzetben, amiben most a magyar válogatott játékosai vannak, azt gondolom, hogy ez minimális elvárás. Tehát ezeken a mérkőzéseken azt gondolom, hogy plusz motivációt nem kell keresni, igen, a játékosoknak. Így van. De mi lesz a következő, majd a bolgár, vagy lengyel, vagy bármilyen mérkőzéseken? Akkor hogy tudjuk majd megint ezt elérni, hogy... Hát én azt gondolom, hogy a evés közben jön meg az étvágy. Tehát ha és amennyiben a játékosok elhiszik azt, hogy ők elindultak egy úton, ami az európai középmezőnyhez való tartozás, a célkitűzés, vagy talán már el is érték alulról, és tudnak ilyen kimagasló eredményeket produkálni taktikailag, felkészülve alázattal és mentális bázissal, akkor én azt gondolom, hogy egy profi játékosnak ezt tudnia kell kezelni a következőkben is, akár mondjuk az általad említett bolgár csapat ellen. Hát úgy legyen. Mi lesz? Megvertük egyébként. Mi lesz szerdán este Németországban? Hát ha a vágyaimat szeretném mondani, akkor azt mondom, hogy örülnék neki, ha nyernénk. Ha a realitást nézzük, akkor nyilván nem. De ez eddig is így volt. Tehát senki nem mondta volna azt meg a portugál mérkőzés előtt, hogy mi ennyire partiba fogunk játszani. A portugál 0-3 után meg még kevesebben mondták volna, hogy pontot szerzünk Franciaországtól. Tehát én azt gondolom, megvegyük a javuló tendenciát, és akkor próbáljunk abba az irányba menni, hogy 3 pontot szerzünk Münchenbe, ugye? Azért ott lesz a mérkőzés.
az az érdekes ebben a dologban, hogy nekem az jutott eszembe egyébként, hogy minden edzőnek van egy rossz időszaka, legalább egy rossz időszaka, mm-hmm. vagy legalább egy rossz eredménye, amire nem szívesen emlékszik vissza. A Lövnek most ez a búcsúja ugye gyakorlatilag úgy néz ki, hogy tulajdonképpen őnek ilyen szituációban, ha jól emlékszem, nem volt része. Én azt mondanám, hogy legyen itt az ideje. Egyébként mennyire zavarja meg a német fejeket az, hogy már nem Löw lesz, már megvan az új szövetségi kapitány, stb. Vagyok teljesen igazi profik, és nem érdekli őket ez. Nem ettől fognak ők jól játszani, vagy rosszul játszani. Azt gondolom, hogy rájuk ez nem jellemző, tehát ők ezen át fognak lendülni, ezen, mint ahogy ezt megtették a portugálok ellen is, tehát ők ezen az adott meccsre fognak készülni. Nyilván, ha az esélyeket nézem, akkor sok esélyünk nincs, főleg így, hogy nekik is ugye nyerni kell a továbbjutáshoz, tehát azt gondolom, hogy reálisan nézve az esélyeket nincs, de mondom, tehát a szerencse az bármikor forgandó. Ha ki is kapunk Németországba, gondolom mindenki erre a világbajnok ellen elért egy-egyre fog elsősorban emlékezni, és ebbe fogunk kapaszkodni, ebbe az egy-egyben. Hát csak azért kérdezem, hogy ebbe, mert kétségtelen, ők csak a nadrágot vitték ki a franciák a pályára. Jogosan két ok miatt, egyik, hogy ők mondtak, mert bajnokok ligája, Európa ligája, a sztárok agyon voltak hajtva, csoportmeccs, egy volt a lényeg számukra, hogy ezt túléljék, és majd ha jön a következő, már a éles meccs, akkor kell nekik valóban futballozniuk. Most csak egy dologra vigyáztak, hogy tovább lépjenek. Mint hogy tették ezt a portugálok is anno, velünk 3-3, nem akartak bennünket, nem adtak ki be magukból mindent, majd mikor eljött, akkor megnyerték az Európa-bajnokságot. Tehát azért ezt is nézni kell, és ezért kérdezem azt, hogy most ebbe fogunk kapaszkodni, ahol a francia csapatot egy dolog érdekelte, csoportmeccset túléljék, ne sérüljenek meg, fáradtak voltak, mert mondom még egyszer, hogy a sztárjátékosok végigfutballozták a szezont, most még igazából nem volt tétje, mert nem kiesésre ment, majd akkor kell a csoportmérkőzés után valóban oda tenni magukat. Míg nekünk, ugye ez egy nagy presztízs volt. Ez lehetne így, én nem szeretnék a francia válogatottal foglalkozni, inkább azt mondanám, hogy... Csak mennyire jogos, hogy ebbe kapaszkodunk majd ebbe az egy-egybe, ahol azért ennek két oldala van, ezt se felejtsük Nem tudok az egy-egybe kapaszkodni, fantasztikus estét szereztek a játékosok és mindenki, és együtt az egész hangulat abszolút szenzációs volt, tényleg csak szuperlatívusokban lehet beszélni. Én továbbra is azt mondom, hogy a folyamatot érzem pozitívnak, tehát a folyamatot pozitívnak. Az egy-egybe nem tudok belekapaszkodni, én sem nem is akarnék belekapaszkodni, az biztos, hogy egy olyan eredmény volt, ami az eddigi Európa-bajnokságnak talán az eddigi legnagyobb meglepetését hozta, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem is érdemtelenül, tehát az adott mérkőzés alapján ez nem is érdemtelen. Ez amit én viszont látok, az azt látom, hogy a játékosok taktikailag fegyelmezetten, abszolút betartva ezeket az utasításokat, a franciák ellen helyenként már rendkívül korszerűen is futballoztak, és nagy alázattal és szenvedéllyel teszik ezt, amit talán eddig hiányolni lehetett volna. És még egy nagyon fontos dolog van, én azt gondolom, hogy ennél a csoportnál, ha valaki a csoportmérkőzések kezdete előtt azt mondta volna, hogy szerzünk egy pontot, azt lehet, hogy őrültnek titulálják. Természetesen mindenki magyar emberek... Ezt mondta, Csány Sándor, mindenki ezt mondta, hogy 1-3 pont, tehát meg lehet nézni a sajtót, az EB-t, mindenki 1-3 pontokat így vizionált. De én azt mondom, inkább azt mondom, az a vágy volt, tehát nem azt mondom, hogy a realitás volt, hanem a realitás... Jó, de ezt mondták kifelé, tehát... Igen, a realitás az valóban a nulla pont. Én azt gondolom, hogy ezt túl teljesítettük, tehát vágyakoznunk lehet, mint hogy most is arról beszélünk, én magam is azt mondtam, hogy ugye tovább lehet jutni, ami mai nap még áll, de azért le kell játszani ehhez a németek elleni mérkőzést, az nem lesz egyszer. Zárásként időnk sajnos lejárt. Azt mondta, hogy most van egy jó, pozitív folyamat. Igen. Szerdán Németország. Következő hivatalos meccsünk szeptember 12 Anglia ellen. Ha most jön két mínusz. Igen. Onnan még továbbra is lehet folytatni tovább, vagy ez nem töri meg a lendületet? Én azt gondolom, a magyar válogatott mostani helyzetét vegyük. Továbbra is azt mondom, hogy ez a fölfelé menő dolog. De ez azt jelenti, hogy a középmezőny, amiről beszélgetek, az említett két válogatott, tehát a német és az angol, az abszolút Európa top szintje. Tehát én azt gondolom, hogy akkor sem kellene
összetörni, ha ez a két mérkőzés vereséggel zárul. Az a kérdés, hogy milyen képet mutat a csapat. Ha elolvasok egy újságot bárhol Európában, és azt mondják, hogy Portugália-Magyarország ugye 3-0 az Európa-bajnokságon, akkor mindenki tovább lapoz ezen az oldalon, mert a természetes várt és a papírforma eredmény született. Aki látta a mérkőzést, az talán egy kicsit árnyaltabb és pozitívabb véleménnyel van a magyar válogatottról. Én azt gondolom, ezt a folyamatot kell folytatni a németek és az angolok ellen is. Ugye nyilván én azt mondom, hogy nyilván a mutatott játék, vagy a mutatott hozzáállás fogja ezt eldönteni. Hamarosan kiderül, legalábbis a feleve, ugye szerdán este 9 órakor Münchenben Németország-Magyarország elleni mérkőzés. Köszönöm szépen, hogy én is köszönöm szépen. További sportosat.